Az utóbbi hetekben két szélsőséges álláspont bontakozott ki a magyarországi tűzifajellátás kapcsán. Az egyik a kormánypártok megkésett és kapkodó hozzáállása, a másik pedig a szélső baloldal eltúlzott környezetvédelmi aggodalmaiból táplálkozott. És itt van a Mi Hazánk Mozgalom, egy a Fidesztől jobbra álló, kiegyensúlyozott és kiegyensúlyozó erő, amelyik megfelelő szakmai javaslatokkal próbálja segíteni a magyarországi tűzifajellátást ebben a fűtési szezonban és a következő években is, hiszen véletlenül egy elhúzódó háborúra és ezzel együtt egy elhúzódó energiaválságra kell felkészülnünk. Először is követeli a Mi Hazánk Mozgalom, hogy a háztartásonkénti 10 köbméteres mennyiségre áfamentes hatóságjárat rögzítsen a kormányzat, hiszen hogyha elvárja az állami erdőgazdaságoktól, esetleg más értékesítőktől, nem tisztázott még ez a kör, hogy kedvezményesebb áron adják a tűzifát a piaci árhoz képest, akkor elvárható, hogy a kormányzat is önmérsékletet tanúsít, és áfamentessé teszi ezt a hatósági árat, hiszen ebben az esetben mondjuk egy 30 ezer forint körüli köbméter ár mindjárt 24 ezer forint alá csökken, egy esetleges 35 ezeres köbméter árat pedig egy 27 ezeres ára sikerülne mérsékelni, ami nagyon jelentős segítség lenne a vásárlóknak. Aztán jó ötletnek tartanánk azt is, hogyha a tűzifa kiszállításhoz kapcsolódó fuvardíjakat forint per kilométer egységben meghatározva szintén hatósági árassá tennék, hiszen régi trükk, hogy amit esetleg a tűzifa árán nem tud behúzni az eladó, azt a fuvardi extrém mértékben való megemelésével fogja majd realizálni. Ezeket a kiskapukat be kell zárni, ezeket a hattáp útvonalakat, 10 köbméter per háztartás mennyiségig el kell zárni az eladók elől. Aztán azt is látni kell, hogy rengeteg olyan tartalék lehetőség van még a magyar erdőkben és a tarvágás előtt álló faállományokban, amelyet eddig nem tárt fel az agrárkormányzat, és nem foglalkozott vele senki a Mi Hazánk Mozgalmat kivéve. Szeretném önöknek jelezni, és tájékoztatni az ország nyilvánosságát, hogy Magyarországon több 10 000 hektáros nagyságrendben vannak olyan erdők, amelyeket már rég tarra kellett volna vágni, amelyek úgynevezett túlhordott erdők. Ezekben többségében már több éve elő van írva a tarvágás, ugyanakkor az osztatlan, közösben érintett nagyszámú tulajdonosok közül senki nem vállalja azt, hogy ezekben az erdőkben erdőgazdálkodóvá váljon. Éppen ezért, ha egy leegyszerűsített eljárás keretében érdekelté tennék az erdő tulajdonosokat, akkor ezeknek az erdőknek az erdőgazdálkodói státuszát villámgyorsan sikerülne rendezni, és megint mondom, több 10 000 hektárnyi magyar erdőből több 10 millió köbméter tűzifa lenne kinyerhető, ha nem is egyik hónapról a másikra, de a következő fél évben, egy évben egészen biztosan. Ugyanígy ajánljuk a kormányzat figyelmébe azt a Mi Hazánkos javaslatot, mely szerint legalább az energiaválság idejére el kellene törölni, vagy esetleg a feltétlenül szükséges esetkörre szűkíteni az általában 500 ezer forint per hektár mértékű felújítási biztosíték összegét, hiszen kisebb erdőtulajdonosok esetében a tarvágás elvégzésének gyakori akadálya, hogy a tarvágás megkezdése előtt 500 ezer forintot kell hektáronként befizetni az erdőtulajdonosoknak, meg kell előlegezniük ezen kívül még a tarvágás költségeit, és majd csak 2-3 hónap múlva juthatnak bevételhez. Értelemszerűen ez elveszi a kedvüket attól, hogy tarvágást végezzenek olyan erdőkben, amelyek erre már rég megérettek. Aztán van még másik két tartalék lehetőség, amelyel a Mi Hazánk Mozgalmon kívül senki nem foglalkozik, észre sem vették, hogy milyen lehetőségek vannak a rendszerben. Az egyik az erdőműveléságú területek esetében a használati rend kialakítás szabályainak egyszerűsítése és könnyítése, másrészt pedig az osztatlan közös tulajdon megszüntetésének további egyszerűsítése és felgyorsítása, hiszen ezekkel a javaslatokkal, amennyiben ezt a kormányzat elfogadná, már ebben a fűtési szezonban, de a következő évben és következő években egészen biztos, hogy komoly sikereket lehetne elérni. Ezáltal tehermentesülnének az állami erdőgazdaságok is, hiszen azért az sem teljesen korrekt, hogy most mindent megpróbál rájuk lőcsölni a kormányzat. Ráadásul rengeteg olyan erdőterületen hajtanák végre a tarvágást, ahol ez már környezetvédelmi, gazdasági, pénzügyi szempontokból is indokolt lenne. Ugyanakkor úgy látszik, hogy még egyik oldalon a szűkölködés jelentkezik,
A másik oldalon hihetetlenül pazarlóan és felelőtlenül bánunk sok tízezer hektár erdőben rejlő lehetőségekkel. Hangsúlyozom, a környezetvédelmi és az egészséges, a szó normális értelmében vett zöld szempontok maximális figyelembevételével. Úgyhogy ezeket a javaslatokat ajánljuk nagy tisztelettel megfontolásra a magyar kormánynak, azzal együtt, hogy azok az intézkedések, amelyeket készülnek meghozni, bármennyire jó szándékúak is, megkésettek többségében, hiszen azzal is tisztában kell lenni annak a politikai erőnek, amely a való világban él, és nem rugaszkodott el sem képviselő által, sem pedig szervezetileg a magyar valóságtól, hogy az állami erdőgazdaságok kapacitás problémákkal küzdködnek évek óta, tehát akár a saját munkavállalói körből, akár a bevonható alvállalkozói körből nagyon szűkösen tudnak csak kielégíteni tűzifa igényeket, hiszen hiába lenne megfelelő fa mennyiség, akár az állami erdőgazdaságoknál, nincs aki letermelje ezeket, hiszen óriási munkaerő hiányal és alvállalkozó hiányal küzdenek az állami erdőgazdaságok, amelyeket lehet, hogy ők nem mernek elmondani a kormányzat bizonyos szereplőinek vagy a miniszterelnök úrnak. A Mi Hazánk mozgalom azonban bátran feltárja ezeket a problémákat, és az idén, következő hetekben levágott tűzifa, talán azt mondom, hogy az akác esetleg a kőr is kivételével már egészen korlátozottan lesz csak alkalmas a következő tél fűtés igényeinek kielégítésére, hiszen a frissen vágott fa víztartalma meglehetősen magas, fűtőértéke nagyon jelentős mértékben csökken, sőt veszélyezteti a elavult vagy nem kellően karbantartott fűtőberendezések működőképességét. Éppen ezért ezek a javaslatok azért segítenének valamennyit a következő télre vonatkozóan, és egészen komoly biztonsági szintet, energiabiztonsági szintet jelentenének Magyarországnak, nem csak a tűzifával fűtőknek egyébként, hanem egy szélesebb körnek, hogyha a következő évekre ezeket megfontolnák.